Mi a nemzetek szuverenitásában hiszünk, a nemzetek szabadságában hiszünk, a kölcsönös tiszteletben hiszünk, az együttműködésben és az egymás gondolatainak, szavainak a meghallgatásában, beépítésében, és itt szeretnénk kölcsönös érdekek és értékek mentén együttműködni. Mi ebben látjuk Európa jövőjét, és ebben látjuk a világ jövőjét is, mert mi úgy gondoljuk, hogy minden nemzetnek, a magyar nemzetnek különösen olyan kulturális bázisa van, amelyet érdemes a jövő számára és jövő generáció számára is megőrizni, megtartani. Köszöntöm a kedves nézőket! Illés Boglárka országgyűlési képviselő, a Fidelitas korábbi elnöke az 1956-os megemlékezések kapcsán látogatott el hozzánk a Felvidékre. Mi pedig kihasználtuk az alkalmat egy beszélgetésre, így őt köszöntjük most a stúdióban. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Tisztelettel és szeretettel fogadtam el, köszöntöm Önöket és a kedves nézőket is. Az Önnel készült korábbi interjúkban láttam, hogy Ön az helyettes államtitkári székből került a Fidelitas élére, onnan pedig országgyűlési képviselőként tevékenykedik most tovább, és kicsit úgy érzem, mintha mindkét oldalt szeretné képviselni, tehát a fiatalok hangját is szeretné tolmácsolni a döntéshozók felé, viszont ugyanezt, tehát a döntéseket pedig a fiatalok felé. Jól érzem ezt? Szerintem nagyon fontos, hogy a generációk közötti, mondhatjuk, különbséget is, ami adott esetben a korkülönbségből fakadhat, ne élezzük, hanem próbáljunk hidat képezni, hogy egymást megértsük, egymást támogassuk, kiegészítsük, és lássuk az egymásban lévő vagy rejlő erőforrásokat, ezeket pedig használjuk ki a szó legnemesebb értelmében. Utána járt az előzményeknek, vagy a háttértörténetemnek. Én valóban korábban helyettes államtitkárként szolgáltam a fiatalokat. Most már a 35. életében betöltöttem, és kisgyermekes édesanyja vagyok. Tehát mondhatom azt, hogy most már egy olyan fiatal vagyok, aki felelősséget visel egy tőle még fiatalabb vonatkozásában vagy iránt a közvetlen családi környezetemben is. De én nagyon fontosnak tartom, hogy a fiatalok hangját életkortól függetlenül mindig halljuk meg, és abban az esetben, hogyha segítségre van szükségük, akkor próbáljuk meg eljuttatni, akár saját magunkon keresztül a döntéshozók irányába, mert ez szerintem tény, akkor is, hogyha közhelyenek hangzik, hogy a fiatalok jelentik a jövőt, és fontos, hogy ők is lássák azt a nagyobb képet, amelyek alapján bizonyos döntéseket meghozunk, vagy adott esetben bizonyos döntések megszületnek, vagy a mi közrehatásunk eredményeként, vagy rajtunk kívülálló okokból, gondoltunk itt akár az Európai Unióra, vagy a világ más pontjain megszületett döntésekre, de az is fontos, hogy az ő szempontjaik azok szerepeljenek ezekben a döntésekben. Azt is észrevettem, hogy a közösségépítés, a közösségszervezés az mindig az Ön vesszőparipája volt. Hol talál rá azokra a fiatalokra, azokra a konzervatív fiatalokra, akiket meg lehet szólítani? Én úgy gondolom, hogy nagyon egyértelmű üzenettel, nagyon egyértelmű értékrenddel, amellyel lehet azonosulni, vagy adott esetben amelyhez hasonlóan lehet gondolkozni, és célokkal, távlati jövőképpel. Nem szükséges nekünk halászni a fiatalokat, hanem lehet azt mondani, hogy a fiatalok ezekre a közösségekre találnak, de talán onnan közelíteném meg, hogy keresik is ezeket a közösségeket. Hogyha belegondolunk abba, hogy a fiatalok számára a legégetőbb kérdést vagy problémát, azt már nem a munkanélküliség jelenti, és ilyen szempontból nem az egzisztenciális típusú kilátástalanság. Persze most nagyon nehéz helyzetben vagyunk, és úgy gondolom nem csak fiatalok, hanem minden generáció, a jelenlegi gazdasági körülményeket figyelembe véve, de mégsem ezt határozzák meg a legnehezebb kérdésnek vagy kihívásnak, hanem a közösségek hiányát, vagy a baráti kapcsolatok hiányát, és úgy gondolom, hogy a Covid az jelentős mértékben hozzájárult, vagy a Covid okozta elzárások. Nekünk éppen ezért szükséges és fontos, hogy ezekre megfelelő válaszokat adjunk. Ez egy teljesen egyértelmű, elementáris ösztönre, emberi ösztönre világít rá, hogy az ember az társas lény, nem magányos. És fontos, hogy ő megtalálja azokat a társait, akikkel szívesen együtt tölti a szabadidejét, szívesen együtt tölti akár a munkaidejét is, akikkel hasonlóan gondolkozik és hasonló célokat tud kitűzni. Mi pedig, akik hiszünk a magyar nemzetben, hiszünk abban, hogy nem vetlőszülettünk erre a világra,
Istennek köszönhetően, és nem vetlő pont oda születtünk, ahova születtünk. Én úgy gondolom, hogy ez mindenki számára egy megkülönböztetett felelősséget jelent, és mi egy olyan közösségnek a tagjai vagyunk, akik ezt a felelősséget megpróbálják átélni, átérezni, azt, hogy ez sikerül, ezt majd a jövő eldönti, és a mi gondolkodásunk az ennek a szellemében, szellemiségében történik, és a célmeghatározásunk is. Mennyire érdekeltek egyébként a fiatalok manapság a politikában? És illetve hogyan lehet őket rávenni a közéleti szerepvállalásra? Hogyan lehet őket motiválni? Én azt látom, hogyha onnan kezdjük, hogy már egy személygyűjtő akció is egy közösségért való cselekvés, vagy közösségért való tenni akarás, tehát nem csak én nem dobom el a szemetet, nem csak másra rászólok, hogy ne dobja el a szemetet. Ugye, hogyha kevés az, hogy rászólok, akkor már rögtön egy szabályozási környezetet ki kell alakítani, akkor már rögtön a politika világában vagyunk. És hogyha egy akciót is szervezek, hogy a közvetlen lokális környezetemet szebbé tegyem, akkor szintén a közösségi cselekvés, tehát a politika világában vagyunk. Hogyha innen közelítjük meg, akkor nagyon sok fiatal hamar rádöbben, hogy őt jobban érdekli a politika, mint amennyire gondolná. És hogyha megnézzük a lokális politikai kérdéseket, a közvetlen környezetünkre való hatást, ráhatást, hogyha megnézzük a közéleti kérdéseket, hogy szeretünk-e akár világpolitikai összefüggésekről beszélgetni, azokat értelmezni, érdeklődünk-e ilyen típusú hírek iránt, vagy milyen történelem tudással szeretnénk-e rendelkezni, hogy lássuk ezeket az összefüggéseket, ami a múltunkat, a jelenünket és a jövőnket összekapcsolja. És hogyha külön pártpolitikai kérdésekről beszélünk, akkor azt látom, hogy a pártpolitikai kérdések azok, amelyektől legnagyobb távolságot tartják. De a Fidelitas is többek között nem párt, hanem egy politikai ifjúsági szervezet, egy egyesület. Tehát én azt látom, hogy a fiatalokat nem feltétlenül párt üzenetekkel lehet már rögtön közvetlenül megszólítani, hanem sokkal inkább olyan közösségi cselekvéssel, bizonyos értékrend mentén, vagy értékrend talaján, amely iránt ők egyébként is vonzódnak, csak nem biztos, hogy ez közvetlenül ezzel összekötik. Én azt látom, hogy nagyon sok ilyen típusú kezdeményezés van. Felvidéken is a Via Novával nagyon jó kapcsolatot ápolunk, és Kárpát-medence más pontjain is. Tegnap például a Határtalanul a Magyar Fiatalokért Egyesület szervezésében vettem részt egy 56-os megemlékezésen, tehát nagyon sok olyan civil szervezet van, lehet így is mondani, olyan egyesület vagy alapítvány, amelyek már közvetett vagy közvetlen módon valamilyen politikai tevékenységet megvalósítanak, de nem feltétlenül egyértelműen pártpolitikai tevékenység. És hogyha ezek a közösségek aktívak, hogyha ezekhez a közösségekhez lehet csatlakozni, ott már a közösségi dinamikát egy fiatal megismeri, azt is megtalálja, hogy melyik az a terület, ahova be tud kapcsolódni, hogyha jó egy közösség vezetője, akkor fel is ismeri abban a fiatalban, hogy melyik az a pont vagy terület, ahová őt be lehet kapcsolni, akkor itt nagyon szerteágazó az a halmaz, amit már politikának hívunk, de mégis egy szelete a nagy egésznek. És én azt látom, hogy tényleg érkeznek a fiatalok, tegnap is rengeteg fiatal volt ott a Kossuth Lajos téren, és szerintem az közös felelősség, mindannyiunk közös felelőssége, hogy a fiataloknak ezt az utat meg is mutassuk. Részben meg is válaszolta a következő kérdésemet, mert hogy az lett volna, hogy milyen üzenetekkel lehet a fiataloknál célt érni. Hogyan lehet a konzervatív értékrendet a fiatal generáció elvárásaival összefésülni? Én úgy gondolom, hogy a konzervatív értékrendet azt egy komoly tudás, adott esetben lexikális tudás szokta megelőzni, a történelemnek a helyes és pontos ismerete, ismeretanyaga, ami már elkezdődik a családban, családi szocializáció következtében elkezdődik az oktatásban, vagy adott esetben ilyen és ezt a social media felületeken keresztül, mint amilyen az önök lapja is, vagy újságja is. A másik pedig az, hogy a fiatalok teljesen érthetően lázadók, és ma a konzervativizmus jelenti a legnagyobb lázadást, ha belegondolunk, hiszen a mainstream, az a progresszív, liberális mainstream, ami megpróbál mindent leuralni, és most már lehet arról beszélni, hogy egy globális kormányzást kívánnak megvalósítani. Évekkel ezelőtt én azt hittem, hogy ez konspirációs teóriákban jelenik meg, ez a szöveg összefüggés vagy szó összefüggés, de az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének is a tagja vagyok, és pár héttel ezelőtt egy ilyen típusú jelentést tárgyaltunk, amiben ez szövegszerűen megjelenik. Tehát, hogyha mi megmutatjuk, hogy mi a nemzetek szuverenitásában hiszünk, a nemzetek szabadságában hiszünk, a kölcsönös tiszteletben hiszünk, az együttműködésben és az egymás gondolatainak, szavainak a meghallgatásában, beépítésében, és itt szeretnénk a kölcsönös érdekek és értékek mentén együtt működni. Mi ebben látjuk Európa jövőjét, és ebben látjuk a világ jövőjét is, mert mi úgy gondoljuk, hogy minden nemzetnek, a magyar nemzetnek különösen olyan kulturális bázisa van, amelyet érdemes a jövő számára és jövő generáció számára is megőrizni, megtartani. Akkor én úgy gondolom, hogy teljesen egyértelmű az a szembenállás,
hogy valóban az igazi lázadást, az a konzervatív értékek és a nemzeti szuverenitás melletti értékek menti kiállás jelenti és jellemzi. Mennyire nehéz megtartani egyébként ezt, hogy ne vigye el a fiatalokat ez a mainstream? Szerintem nagyon nehéz, és azért gondolom ezt így, mert a 90-es években a családnak, nem mondom azt, hogy nagyobb szerepe volt a szocializációban, de több időt fordíthattak szocializációra, hiszen a családdal való együttlét az nem járt rögtön a social médiával, vagy nem járt rögtön a média egyéb területeinek a hatásával. Most pedig, hogyha leülünk akár egy vasárnapi ebéd mellé, nagyon gyakran azon kapjuk magunkat, hogy ott vannak a telefonok is, vagy hogyha barátainkkal bárhová beülünk, akkor észrevesszük, hogy már ott vannak a telefonok az asztalon, és nem mindig tud eltelni úgy egy fél óra vagy egy óra, hogy az teljesen telefonmentes legyen. És itt most nem csak a bejövő vagy kimenő hívásokra gondolok, hanem a folyamatos hírfigyelésre vagy hírfüggőségre. És az, ami minket körülvesz, én úgy gondolom, hogy leginkább a médián keresztül, social médián keresztül talán legfőképp, az egyértelműen ebbe a progresszív liberális irányba próbálja tolni a fiatalokat. És éppen ezért fontos, hogy a média pluralitását megőrizzük. Szerintem megkülönböztetett felelősség van, mondjuk úgy akár a szerkesztői oldalon, vagy a médiában dolgozók vonatkozásában, hogy a híreket pontosan tudják átadni, és érezzék is ezt a felelősséget. Gondoljunk most akár a közel-keleti eseményekről, hogy ott mik történtek, és hogy képes adott esetben egy dezinformáció letarolni a médiának, hanem is a teljes, de jelentős felületeit. És hát nagyon nagy felelősség van rajtunk is. Szerintem sokat kell egymással beszélgetni, szemtől szemben, sok olyan közösségi eseményt célszerű létrehozni, oda olyan embereket meghívni, akik nagyon komoly és pontos tárgyi tudással rendelkeznek, és a fiatalokban ezt a magot elültetni, igény szintjén is elültetni, és lehetőséget biztosítani nekik arra, hogy ami őket érdekli, ott egy mély tudást is próbáljanak megszerezni, vagy segítsünk nekik abban, hogy ezt meg tudják szerezni. Mert az elmélyült tudás és az elmélyült, vagy tartalmas ismeretek, én úgy gondolom, hogy picit olyanok, mint a fának a gyökérzete, minél mélyebbre megy, annál nehezebb a fát is eldönteni, tehát jöhetnek ilyen progresszív liberális szelek, de azt a fát, aminek mélyen van a gyökere, ezt nem fogja tudni elsodorni, és szerintem erre kell különös hangsúlyt fektetnünk, és erre különösen figyelnünk kell. Tán követhető ez már most, hogy ennek milyen a sikere? Én úgy gondolom, hogy már önmagában az a tény, hogy 56-ról olyanok emlékszünk meg, vagy emlékezünk meg, akik akkor nem éltünk. Engem most Somorjára egy olyan fiatal hívott, aki még szintén nem élt 56-ban, tehát mi csak elbeszélésekből, vagy ilyen típusú történetmesélésekből és a történelemből ismerjük, hogy akkor mi történt. És mégis fontosnak tartjuk, hogy évről évre ez kiemelt eseményként van bent a naptárunkban, hogy ezeken a megemlékezéseken részt vegyünk, itt együtt legyünk, egymással megosszuk a gondolatainkat, visszatekintsünk. Szerintem ez mind-mind azt mutatja, hogy nagyon sok olyan fiatal van, ahol a mag jó helyre került, és ahol én bízom benne, hogy legalábbis azon dolgozunk, hogy a gyökerünk is minél erősebb, minél masszívabb legyen. Tehát, hogyha innen nézzük, vagy ezt tekintjük, akkor én úgy gondolom, hogy egyértelműen igen a válasz. A fiatalok után beszéljünk egy kicsit a nők szerepéről is. Ugye, ahogy láttam, a nők társadalmi pozícióját is fontosnak tartja megerősíteni. Engem viszont most az érdekel, hogy ön női politikusként milyen kihívásokkal találta magát szembe. Nagyon szerencsésnek tartom magam, de mivel hívő ember vagyok, én ezért úgy tekintek erre, hogy nagy áldás van az életemen. Mivel az én szüleim, nekem van egy bátyám is, de sosem érzékeltették vagy éreztették, hogy neki is van olyan szerepe feladata, amit be kell töltenie, vagy adott esetben nekem is vannak olyan szerepeim, feladataim, amik más szerepeket vagy feladatokat kizárnának, talán így fogalmaznék. Tehát én mindig megkaptam azt a típusú támogatást az életben, ami ahhoz segített hozzá, hogy most egy olyan pályán legyek, ahol igen szabad szemmel is jól látható, hogy még kevesebb nő van. Ellenben el lehet mondani, hogy például a köztársasági elnökünk is most már nő, és én az Európai Ügyek Bizottságának vagyok a tagja az országgyűlésben, ott is most egy női elnökünk van Varga Judit személyében, tehát azért vannak olyan amazonok, akiket én úgy gondolom, hogy a politika világában is, vagy akikről és akiknek a tevékenységéről csak elismeréssel lehet beszélni és nyilatkozni. Én megtapasztaltam, hogy a tiszteletet,
azt ki kell vívni. De én azt nem gondolom, hogy ez a nők vagy a férfiak vonatkozásában nehezebb vagy könnyebb lenne. Bár hozzáteszem, hogy mivel nő vagyok, ezért nem is tudtam volna kipróbálni, hogy mi lenne, hogyha férfi lennék, vagy én legalábbis nem hiszek abban, hogy egy ütletre a másikra ezt kijelentjük, és már rögtön azt mondhatom, hogy férfiként próbálom ezt ki. De én úgy gondolom, hogy a lehetőség az most már mindenki számára adott. És a nők számára is, hogyha ők úgy gondolják, hogy egy adott terület az őket jobban érdekli, vagy ott olyan teljesítményt tudnak felmutatni, és persze az isteni gondviselés is vezeti az ő útjukat, akkor van arra lehetőségünk, de akár a média világára is gondolhatunk, és akár a közélet világára is. Itt a támogató társ és családnak a megtalálása, az szerintem kulcsfontosságú, mert az tény, hogy egy közélet szereplőnek, ami például másnak szabad nap, az nekünk is ünnepnap, csak az nekünk a hivatásunk gyakorlásával telik. Azt nem mondom, hogy munkával, de a hivatásunk gyakorlásával. És ami például másnak már egy pihenés vagy pihenőidő, az számunkra még nagyon gyakran különböző eseményeken való részvétel. És mi ezt szívből tesszük, tehát fontos, hogy találjunk olyan test, és nagyon hálás vagyok, mert én egy olyan férre leltem, aki ebben maximálisan tud támogatni, és azt is mondhatom, hogy tudjuk egymást támogatni, mert én is igyekszem az ő hivatásának a gyakorlásában támogatni. És a nőknek szerintem ez a típusú koordináció, és a hivatása és a családi életek közötti egyensúly megteremtése, ami szerintem a lelki egyensúly számára is fontos, az az egyik legnehezebb kérdés. Tehát most már nem feltétlenül azt mondanám, hogy a munka lehetőségeknek a felkutatása, megtalálása, vagy egy bizonyos feladatkörben való bizonyítás, ami nagy nehézséget jelenthet, hanem sokkal inkább ennek az egyensúlynak a megtalálása vagy megteremtése. Ezzel a legtöbb nő küzd, ugye? Igen. Illetve küzdünk. Ön szerint miért fontos az, hogy a döntéshozó szerveknél legyenek női politikusok? Milyen új szint vihetnek bele a döntéshozatalba? Én úgy gondolom, hogy más megközelítést alkalmazunk. Persze lehet itt akár biológiailag alátámasztani, vagy vannak olyan agykutatók, akik szintén alá tudják támasztani, hogy kinek milyen sajátosságai, erősségei, gyengességei vannak. Nagy általánosságban ezek azért elmondhatók, ez tény, de én úgy gondolom, hogy mindig vannak kivételek, és minden személy, minden karakter annyira egyedi. Lehet azt mondani tényleg, hogy mindenki Isten önálló és egyedülálló teremtménye, tehát én úgy gondolom, hogy mindenki olyan szempontrendszer tud bevinni a nagy közös gondolkodásba, ami a döntéseket jobbá tudja tenni. Bennünk nőkben valószínűleg az anyai feladatok és ösztönök okán vannak olyan típusú, mondjuk úgy, hogy szolidaritásra vagy béketeremtésre való hajlamunk, ami sok esetben egyenletesebbé tud tenni bizonyos élethelyzeteket, talán így fogalmaznék, de lehet, hogy ez is egy nagyon nagy általánosítás. Tehát én összességében azt mondanám, hogy ha nők és férfiak kiegészítjük egymást az élet valamennyi területén, akkor úgy gondolom, hogy ez a közéletre is igaz, és valamennyi hivatásra vagy hivatásban is igaz, vagy igaz lehet. És ott több szint tudunk megjeleníteni, vagy teljesen más gyakorlatokat tudunk megjeleníteni, ahol mindannyian jelen vagyunk. Az utolsó kérdésem pedig a közelgő európai parlamenti választásokra vonatkozik, ugye többször utalt ön is az európai folyamatokra. Hogy látja ön szerint, lesz a jobb oldalon erősödés, lesznek partnerek a magyar politikában, a konzervatív politikában? Én nagyon bízom benne, és ezért dolgozunk. Én egészen odáig mennék vissza, hogy szerintem nagyon komoly szereptévesztésben vannak bizonyos szereplők. Itt gondoltok akár az Európai Bizottságra, akiknek a végrehajtás és adott esetben döntés előkészítés lenne a feladatuk. Politikai aktorként jelennek meg, most már hosszú évek óta, Juncker óta ezt látjuk. De gondoltok akár az Európai Parlamentre, hiszen amióta az együttdöntési eljárás bevezették, azóta az európai parlamenti képviselők is elkezdik érzékelni a tényleges hatalmukat. Én azt látom, hogy Közép-Európából azok kerülnek az Európai Parlamentbe, akik adott esetben nemzetközi szinten is rendkívüli tehetséggel és elkötelezettséggel bírnak. Ez Nyugat-Európában nem teljesen így van. Tehát Nyugat-Európában látunk olyan levitézlett politikusokat, akiknek az Európai Parlament ez egy ilyen nyugdíj előtti vagy nyugdíj alatti időszak periódus. És azok a politikusok, akik már a saját hazájukban, országukban a választópolgároknak a szavazataiért nem olyan formában szeretnének elindulni, választást nyerni, vagy egyáltalán velük kapcsolatban lenni,
ők eltávolodnak a választópolgároktól, ők egy brüsszeli buborékba kerülnek, az adminisztráció az, aki nagyon sok esetben ezt a buborékot meg is tartja, és miután az együttdöntési eljárás során érzik a tényleges hatalmukat, ezt szeretnék minél jobban kiterjeszteni. De a csápjaikat már olyan területekre is ki akarják terjeszteni, ami teljesen más utat járatna be az Európai Unióval, mint amit az Európai Unió tagállamainak a választópolgárai közvetlenül szeretnének. Tehát én abban bízom, hogy a választópolgárok ezt nem csak hogy látják, hanem képesek lesznek arra, hogy saját magukat mozgósítsák, és elmenjenek és választanak, olyan politikai erőkre szavazzanak, és azokat válasszák meg, akik közvetlenül az ő érdekeiket, szempontjaikat fogják képviselni Brüsszelben is, mert ezt kell látnunk, hogy bizony az Európai Parlamentnek is van már olyan hatásköre, feladatköre, bizony az Európai Bizottság, akkor is, hogyha félreértelmezett módon, de számunkra is van már arra lehetőség, hogy az ő döntéseik, ami mindennapjainkat befolyásolják. Szerintem ez egy stratégiai jelentőségű kérdés, különösen ebben az időben. Látják ezt egyébként az emberek? Látják ennek a felelősségét? Én azt érzem, hogy látják, és éppen ezért célszerű velük minél többet beszélgetni. Fontos, hogy mi is meghallgassuk, ami őket a mindennapokban érinti, vagy éri, és nagyon fontos, hogy mi is elmondjuk adott esetben azokat az összefüggéseket, ahogy mi a világot, vagy bizonyos folyamatokat látunk, és mi, akiknek az a feladatunk, hogy jelen legyünk ezekben az intézményekben, jelen legyünk nemzetközi fórumokon, rendelkezhetünk olyan információkkal, amit az embereknek el tudunk, és el is kell mondanunk. És szerintem ez a fajta közvetlen kapcsolat, az tudja azt eredményezni, és ezt a munkát ezt el kell végezni, tudja azt eredményezni, hogy az emberek érezzék, hogy kik azok, akik ténylegesen mellettük állnak, kik azok, akik ténylegesen értük dolgoznak, és kik azok, akik már valamilyen egészen külön utas politikát folytatnak, és nem az európai választópolgárok érdekében végzik a mindennapi feladatukat. Remélem, hogy akkor ezt mindenki szem előtt tartja majd. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönjük, hogy velünk tartottak, tegyenek így legközelebb is.